Nagy sajnálkozásunkra csak Skype-on keresztül tudunk riportot készíteni Fekete Zsóka hajdúböszörményi mangalica tenyésztővel. Ön létrehozott egy mangalica taxit. Milyen szolgáltatás ez? Elárulná nézőknek, hogy történik? Igen, igazából ez a COVID-pandémiás időszakban kellett váltani, egy kényszerhelyzet volt, mivel a piac március elején bezárt, és hogy a vevőkhöz hogyan jusson el a termékek. Nyilván ki kellett találni valamit, hogy ha a piac nincs, akkor legyen akkor mangataxi, és egy nagyon kedves barát, egy séf kollega segített nekem, és ő szállította ki házhoz a termékeket, elsősorban egy Budapestre értem, Budapesten kívül pedig futárszolgálattal szállítottam, és nagyon rugalmasan történt, minden héten ment a mangataxi, és minden héten megkapták a rendelt árut a vevők, nyilván egy tímélen keresztül történt, rugalmasan kezeltük. Szerintem nagyon jól kivitelezhető volt, tudtam azonnal váltani, tudtam kapcsolni ebben a pandémiás időszakban, ez pontosan beleesett a húsvét is, úgyhogy nyilván ez egy még nagyobb munkafolyamat, szervezési folyamat volt, de nagyon jól teljesítettem szerintem, úgyhogy ez a nyárig történő tavasztól nyárig, vagy nyár végéig, úgy mondom, augusztus végéig nagyon jól működött ez a mangataxi. Milyen fejlesztési elképzelései vannak a közel és távol jövőben? Igen, mindig gondolkozok valami, mindig a folyamatos fejlesztés, innovációt a termékekre is értem, mindig valamint töröm a fejemet. Tavaly évben egy hűtőház megépítése, hűtőház megépítését kiviteleztem a nyári időszakban. Most per pillanat ebben tehát a COVID-os időszakban kicsit fél az ember, kicsit tartózkodik a nagy fejlesztésektől. Én most inkább ez a minőségi termékek szinten tartása, piacra vitele és folyamatos átadás, ugye piacon átadás és értékesítés a legfontosabb szempont. Mindig új termékeket találok ki, most is vannak fejlesztések folyamatosan, és ezeknek a kivitelezése a következő terv. Minél jobb minőség, minél jobb ötleteket találok ki, úgyhogy nekem most ezek a tervek az elkövetkezendő időben. Van-e weboldal vagy Facebook oldal, ahol rendelni lehet? Így van, nagyon fontos, hogy ezt kiemelni, hogy nálam elsősorban e-mailen keresztül, honlapomon keresztül történik a rendelés, a www.feketezsoka.hu honlapomon, de az e-mail címet is kiemelném, az info@feketezsoka.hu e-mail címen, de van Instagram oldalom, Facebook oldalam, és itt ezeket folyamatosan meg lehet tekinteni, és rakok fel aktuálisan minden egyes folyamatról, hogyha tervezek valamit, ha történik a gazdaságon belül valamilyen újítás, azt mindig kirakom, és érdemes is követni engem Facebookon és Instagramon is. Kapott ön egy elismerést az Insight magazintól, hallhatnánk erről is? Igen, a Insight magazin megtisztelt vele, megválasztotta a 30 legsikeresebb nők közé, nemzetközi szinten. Itt a világ minden pontjáról kaptak elismerést sikeres nők. Itt köztük van, mint Michelle Obama, mint Pataki Ági Magyarországról, és én is köztem vagyok, én a 7. helyen állok, vagy a ottani 7. legsikeresebb nő közébe választottak. Gratulálunk! Köszönöm szépen! És a 100 legjobb termelő közé is beválasztották. Így van. A magyar konyha beválasztott a 100 legjobb termelő közé ebben az évben. Úgyhogy sikeresnek mondhatom a 2020-as éven, és tényleg itt mutatkozik meg, hogy tényleg kemény munkának ilyenkor megvan a böjtje, és hálás vagyok, hogy így pozitívan,
pozitív visszacsatolást kapok a kedves vevőktől, és nyilván a szakmától is. Köszönöm. Gratulálunk hozzá. És láthatunk itt egy fotót mögöttem, ami személyes emlék. Kérem, beszéljen erről a nézőknek. Igen, minden fényképem, amit felrakok Facebookra, Instagramra, a saját fénykép, azokat én készítem. És ez is egy személyes fénykép. Látszik a háttérben, hogy a kis malacok szopiznak, és mellettük van egy macska, egy cica. És az a kis cica ott született a malacok mellett, a infralámpa alatt, és így nevelkedett fel, hogy mindig, amikor a malacok szopiznak, akkor oda megy az a kocához is, és akár az infralámpa alatt melegszik, amikor fázik a malacokkal együtt, úgyhogy nálunk ilyen nagyon szimbiózisban, harmóniában élnek a macskák a mangalicákkal. Ugye ez előnye is, hogy így elkapják az egeret, és nincs egér a telepen, úgyhogy ez egy előny is, hogy vannak macskák a telepen. Filmünk végén nézzük meg Fekete Zsóka termékeiből összeállított kóstolót a hajdúszoboszlói városi tévé jóvoltából és engedélyével. Ez a füstölt hús a szalonna, már látszik is, hogy milyen vaj, puha, ahogy vágom. Gyönyörű szép húsos, és tényleg ilyen vékonyan vágom. Én azt tanácsolom, hogy kenyér nélkül kóstold meg, hogy milyen vajpuha. Igen, vékony. Szalad. Igen. Ezt látszik. A következő, az majd a legvégén ez a sós lesz, és kenőmájas. Úgy van. A szüleid egyébként hogy fogadták, amikor mondtad, hogy te ezt szeretnéd továbbvinni? Nyilván azt, amit együtt csináljuk. Édesanyám besegít a piacolásban, jön velem. Köszönöm. Milyen krémes az állaga. Jön velem, és együtt csináljuk igazából a döntés, az közösen volt, hogy... Hogy ezt folytatod. Hogy ezt folytatjuk, és van rá igény igazából, az a vaj, tényleg hajszálvékony szeletelt sonka, és látszódik a sonkán, hogy mennyire zsírral átszőtt, és ennek a zsírnak, ami a húsrosta között van, ez adja az ízét a húsnak, a sonkának. Úgyhogy tényleg krémes, lágy, puha. És igazából a szülők... és segítenek, motiválnak azzal, hogy jót csinálunk, és csináljuk tovább. Nyilván nagyon sokat segítenek. Meg nyilván az első Mangalica Fesztivál volt nekünk nagy siker, hogy ott a több visszajelzés volt a termékekről, hogy hol árulunk, mikor árulunk legközelebb, és mikor elkezdtem Debrecenben piacolni. Aztán később Budapestre kerültem a kézműves vásárba. Utána olyan sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy menjek rendszeresen piacra, és akkor így a vevők segítettek részben, hogy folyamatosan tudjak részt venni. Hívnak szakmai előadásokra? Nagyon sok. Előadást tartani, vagy nagyon konferencián? Igen. Mint sikeres vállalkozó nő, mint nő is. Ez a különleges fűszerezésű szerecsendiós kolbászon. Szerecsendió van benne? Szerecsendió, sóbos fokhagyma, szerecsendió. És az ilyen szakmai konferenciákon a szakemberek, vagy bárki, aki hozzád fordul, mit kérdez tőled leginkább? Tehát téma az, hogy nőként például, hogy tudsz érvényesülni? Igen. Hogy mi a titka, vagy? Szinte az első kérdés. A kihagyhatatlan. Igen, kihagyhatatlan. Nagyon nehéz. Nyilván azért az első pár év az nagyon kemény volt, hogy érvényesülés szempontjából is, és az egésznek a igazából a kialakítása szempontjából is, mert ugye én csak tenyésztőként kezdtem 20 darab kocával, még azt se tudtuk, hogy működik a feldolgozás. Milyen termékeket fogunk később készíteni, milyen hol fogom én ezt értékesíteni, úgyhogy nyilván ez egy nagyon-nagyon hosszú... Akkor még sok volt a bizonytalanság. Igen, és akkor igazából 2014-től
indult, de rá 2 évre indult be, ahogy én elkezdtem szinte rendszeresen piacolni Debrecenben, 16-tól rendszeresen piacolni Budapesten, és most már tényleg Budapesten értékesítem, és nagyon sok ugye Hajdú-Bihar megyéből, Szabolcs és Kelet-Magyarországból személyesen eljönnek hozzám. És akkor megrendelik az árut, és van egy kis átadóhelyiségem, és ott adom nekik. De tényleg nagyon-nagyon sokan jönnek, magán kórház is rendel, akik betegeknek adják a Tehát termékeket. Kiépült akkor a... Abszolút. És akkor ez a hagyományos csemegekolbász. Az a szerecsendiós nagyon finom volt egyébként. Igen, ez egy különleges. Nagyon-nagyon sokan szeretik. Nagyon fontos, hogy minőségi paprikát használok, minőségi fokhagymát használok. Úgyhogy az alapanyag is, a fűszerezési alapanyag is nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez meg a csípős, ez egy enyhén csípős kolbász. És akkor mondtad, hogy az állatoknak sem mindegy, hogy mivel etetitek őket, vagy... Így van. Az mit befolyásol egyébként? A húsnak az ízét, például amikor kóstolod a sonkát, csak só van benne. De mégis van egy olyan mogyorós, diós ízvilág, egy kellemes ízvilág, amit a hús maga ad, amit a takarmányból beépít a szervezetébe, és ettől lesz értékes. Úgyhogy igazából nem is kell túlfűszerezni a termékeket. Én is az alapfűszereket sóbors fokhagyma használom, és paprika, nyilván a paprikás kolbászt csinálok, és igazából ennyi. Uh-huh. Ennyi, és attól lesz ilyen ízletes, a húst is saját maga zsírjába sütni, főzni. Sóbors, és nem is kell hozzá több, egy jó tarját, amikor az ember megsüt. Szombor. Így, hogy ennyire ez az életed, és ennyire ez tölti ki a mindennapjaidat, ki tudsz egyébként kapcsolni? Igen. Vagy mivel, hogy pont azt mondtad, hogy nem teher, és hogy vidáman és örömmel így csinálod, így pont nincs a szükség. Hétköznapokban lehet, hogy azt mondom, hogy annyira nem, de nem teher. Aha, szóval nem éled meg munkaként. Igen, hétvégén is rugalmasan kezelem, kikapcsolódok, jövök, megyek. Van hétvégém, szóval annyira nem kötött, hogy még szombat-vasárnap is olyan hajtással vagyok, de mindig bemegyek a feldolgozóba, csinálok egy-két dolgot, vagy még hétvégén is, amikor piacolok, de nem. Ha már említetted, hogy hajtás, most, hogyha egy évet veszünk, vannak időszakok, amikor nagyon kemény? Tehát igen. Nagyon sok a megrendelés? Igen. Az a karácsony. Aha, karácsony, gondoltam. Húsvét, és nekem még pluszba van a Mangalica Fesztivál. Februárban. Szóval nekem most már elkezdődött a, úgymondva, a hajtás, megrendelések is vannak, nagy cégek rendelnek tőlem karácsonyi csomagot, úgyhogy ez is megtiszteltetés, hogy engem felkérnek, és az én termékeimet akarják a partnereiknek biztosítani karácsonyi ajándékként, és ezt én örömmel teszem, mert ott van a minőségi termék az ők asztalukon is karácsonykor ezt fogyasztják. Nyilván karácsonykor nagyon sok megrendelés van, utána jön a szilveszter, még azt se hagyjuk ki, szilveszter, de utána a februárban a Mangalica Fesztivál, és akkor utána jön a húsvét. Tehát akkor felöleli az egész évet. Így van. Aha. De ez az ősztől. Még a szeptember-október, amikor kezdődik, akkor még ismerkednek a termékekkel, hogy akkor most jön ez a téli időszak, most kezdenek el inkább ez a téli kurkakolbászt fogyasztani az emberek, és akkor nyilván a karácsonytól kezdve nekem nagyon nagy hajtás húsvétig, és akkor nyári időszak egy kicsit olyan lájtosabb, nem annyira megerőltető, és ilyenkor szoktam, hogy az állatokra jobban odafigyellek, akkor történik a tenyésztési munkálat, ilyen szelektáljuk a tenyészkocákat, és akkor vannak jobban a beruházások is a nyári időszakban. És ez is, amit mondtál korábban, hogy a szervezettség, a logisztika, az is felöleli az évnek ezt a részét is. Így van. És akkor megkóstoltatom a 2 tepertőkrémemet, van egy magyaros tepertőkrém. És nagyon krémes. Köszönöm. És van a zöld fűszeres tepertőkrém.
Ebben a tepertőkrémben mi van? Milyen hozzávalói vannak? Só, bors, fokhagyma, vöröshagyma is van, meg szárított zöldségek, úgyhogy ebben sincs semmilyen glutén, tojás származék, tej származék. És akkor ennek a... És nyilván egy kicsi zsír, hogy a krémességét adja. Uh-huh. És ezt jól, szinte felhabosítjuk kézzel, habverővel, és akkor úgy kerülnek a kis tégelyekbe, és attól lesz ilyen krémes. Nem tudom, hogy ízlik a... Milyen nekem minden, minden nagyon finom, hogy tényleg azt kell mondani, hogy nehéz választani, mert ugye mindegyik más. Igen. Tehát, hogy mindegyiknek van valami különlegessége. Igen. És ugye a legfontosabb majd, amit fogsz kóstolni, a zsír. Itt is látjátok, hogy szinte húzom finoman a kést, és tehát vajpuha. És ez a minőség, amikor tényleg így elkeni az ember, és szoba hőmérsékleten kenhető. És hófehér. Ez az a lényeg, hogy nem nincs megégetve a zsír, lassú, hosszú ideig történik, úgymond a sütés, nem gyorsan van a sütési technológia, és ennek a zsírnek a krémességét is a kóstolod, nincs rajta só, uh-huh. Ez egy, tényleg egy La Nature ízvilág lesz. És nagyon szeretik, és én próbálom is a vásárlóimnak mondani, mennyivel egészségesebb zsírral sütni, főzni. Ugye a zsírnek a hőfoka, a sütési hőfoka nem emelkedik fel 200 Celsius fok fölé, 180-200 Celsius fok fölé, mint egy növényi olaj. Ezáltal nem rakódik le szervezetben, nem keletkezik úgymondva transzsírsav. Sokkal ízletesebb a benne a krumplit sütni, a húst sütni, ugye ezért sokan konfitálják, ugye a zsírban való sütés, a húsnak a sütése. Így a hús szerkezete meg ízletessége, a szaftossága is megmarad, amikor süti benne az ember, akár krumplit, akár a húst. Mondtad, hogy vannak olyanok, akik arról számoltak be, hogy gyógyulnak. Így van. A termékeid így fogyasztása van. Által milyen tüneteket gyógyít? Vagy mikről számoltak be ők? Ugye külön mondják, hogy van a zsírdiéta, akár fogyaszt is. Például nekem nagyon kedves vevőm Budapesten mondta, hogy tanácsolták, hogy zsírdiétát kezdjenek. És az én mangalica zsírommal, szalonnámmal kezdett el étkezni, úgyhogy nyilván ezt főbb étele ez volt, nyilván mellette fogyasztott más szénhidrátot uh-huh. csökkentette, és azt mondta, hogy egy pár hónap alatt akár 30-35 kilót is fogyott. És van, aki mondta, hogy az orvos azért ajánlott, hogy a vért tisztítsa, mert a zsírra a vér tisztul, ugye, mert az agynak is például szüksége van a zsírra, a koleszterinre, uh-huh. és az agy például azért működik jól, hogyha az ember olyan kicsit zsírosabb dolgokat fogyaszt. És ezt nem tudják sokan, hogy jó, zsírmentes, meg zsíros, viszont nem így van, hanem tényleg fogyasztani kell zsírt a szervezetnek, és attól működik az agyunk, ettől tudunk az agytekervényeinket pörögnek. Kedves Zsóka, mekkora léptékű ez a vállalkozás, és terveze üzletet nyitni esetleg az ország különböző pontjain? Ez a vállalkozás, ez egy kis termelő, egyéni vállalkozás, kézműves termékeket állítok elő. Ez egy kis léptékű vállalkozás, és nekem ez az egyediségem is, és ez is a célom, hogy ez maradjon. Kézműves termelő vagyok, és tényleg én saját kezűleg fűszerezek minden terméket. Nem szeretnék nőni, és ez a célom, hogy én ezeket a rendeléseket ki tudjam szolgálni, és én helyi vagy a termelői piacon Budapesten értékesítsek saját magam, én személy szerint megyek, és tényleg nekem ez a célom, a minőség megmaradjon, a minőség rovására nem menjen semmi, és kézműves termelő maradjak a következő jövőben is. Sok sikert kívánunk hozzá! Köszönöm!